Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nem más, mint a Magyar Parlament alelnöke, a Magosz elnöke Jakab István. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Komoly erőfeszítéseket teszek, hogy olyan vendégeket hívjunk, akiknek a közbeszéde nyugodt, nyugalmat sugároznak, és bizonyos szavakat nem is használnak. Iratkozzunk be egy olyan nyelvkurzusra, amivel nem idegesítjük honfitársainkat, hanem nyugtatóak vagyunk. Nagy szükségünk van most az ön sok nyugtató szavára. Elnök úr, először és mindenek előtt az időjárás a járvány miatt, mindig ezzel szoktam kezdeni, amikor önnel találkozunk, lesz-e elég az éléskamrába, lesz-e elég liszt, lesz-e elég élesztő, hisz amikor kezdődött a pandémia, megdöbbentő módon belvárosi asszonyok, akik életükben még nem sütöttek kenyeret, első dolguk volt, tele volt a közösségi oldal, hogy hála Istennek sikerült életem első kenyerét megcsinálni. Lehet, hogy genetikailag visszamegyünk abba a magyar korba, amikor önellátóak voltunk, amikor a magyar apáknak és magyar anyáknak csak az alapanyagot kellett megszerezni, és ők saját maguknak megsütötték a kenyerüket? Szóval nem mesterségesen szeretnék senkit nyugtatni, nyugtatgatni, hanem őszintén, nagy tisztelettel, és azt gondolom, hogy tisztán, nyugodtan is lehet élni, és egyre inkább kell is, ahhoz, hogy a következő nemzedékek is méltósággal éljenek, és tiszteljék az embertársaikat, és tiszteljék, és szeressék, becsüljék, és óvják a környezetüket. Ezt szerettem volna elmondani november 4-én reggel. Nagyon érdekes lélekkel készültem egy nap, amikor emlékezünk a történelem nagyon-nagyon nehéz időszakára, de egy olyan nap is, amikor ma a magyarok kenyere adományozási ünnepségére megyek innen, ahol itt lesz az egész Kárpát-medence. És ezt azért bocsájtottam előre, mert igen, a kenyér az élet, és mi ebben a zűrzavaros, indulatos, részben hagyományait és értékeit lábbal tipró világban, mi az élet a kenyér szavával válaszolunk. Én azt hiszem, hogy ettől nem lehet tisztábban élni, nem lehet tisztességesebben dolgozni. Nos, igen, Magyarország a közel 10 millió magyar ember számára az élelmiszert minden körülmények között megtermelte és megtermeli. Igen, Magyarország ennek a dupláját képes megtermelni, az adottságaink megvannak. Mi nettó élelmiszer exportőrök vagyunk, tehát nekünk olyan gondunk nincs, hogy itt nem lesz, vagy nem lehetne bármikor is elegendő élelmiszer. Az embereket a pandémia alatt, és én erre nagyon büszke vagyok, és jó érzés volt, amikor megjelentünk a médiában, Györfi Balázs elnök úr kollégámmal, a kamara elnökével, és elmondtuk, hogy emberek, nyugodjanak meg, van élelmiszer, nem kell kiüríteni a boltok polcait, nem kell leüríteni, nem kell otthon spájzolni, csak nyugodjanak meg, csak kevesebbet tároljanak, mert lesz, csak annyi idő kell, amíg kiszállítjuk és feltöltjük a polcokat, mert a raktárak tele vannak. Most is azt tudom mondani, nehéz évünk volt, de azért rekordközeli búzatermésünk volt. Még a nehézségek ellenére is, mert még használhattunk műtrágyát. Meglátjuk jövőre majd mi lesz. Igenis, zöldség, gyümölcsből a szükségletek bőven megtermettek. Az egy másik kérdés, hogy a hozamok annyira elmaradtak, és annyira megnövekedtek a költségek, hogy például az alma egy részét már nem érte meg betakarítani a gazdáknak, mert többe került volna a munkabér, mint amennyit kaptak érte. Úgy hiszem, hogy most a műtrágya miatt zajlik egy nagyon komoly versenypiaci eljárás. Úgy hiszem, hogy lassan az almafeldolgozókat is meg kell vizsgálni. Gyorsan egy korty vizet ittam, hogy
nyugodtan tudjam föltenni a következő kérdést. Ez már egy jó hír, hogy minden van. Na de nem mindegy, hogy mennyibe kerül. Ez így igaz. Igaz. Ma reggeli hírekben benne van, hogy a kormánynak sikerült a szakszervezetekkel bizonyos megegyezésre jutni. Nézze, az igazság az, és látni kell az embereknek, a kedves nézőknek is, hogy azt, amit el lehet követni, azt a kormány megteszi, pontosan a polgárok érdekében. De egy dolgot nem lehet szem előtt éveszteni. Mi az Európai Unió teljes jogú tagja vagyunk, aláírva a társulási szerződést, ahol a tőke, a munkaerő és az áruk szabad áramlását garantálni kell. Tehát egy közös, egységes piacon vagyunk, itt versenyzünk. Nagyon, nagyon bonyolult a helyzet, ráadásul a világgazdaságban elindult folyamatok. Az, hogy az Egyesült Államok és Kína harcának mi vagyunk, Európa, nem csak Magyarország az elszenvedői, és ugye itt van az a vita, amikor azt mondjuk, hogy kérem szépen az Európai Unió döntéshozóinak a szíves figyelmét felhívjuk, hogy szíveskedjenek Európa érdekét képviselni. Európa érdekét képviseli az Európai Unió, úgy tűnik, hisz elfogadták, mint különleges dolgot a magyar sárgalépa egyik fajtáját a minap. Az végtelen nagy boldogság. Ettől olcsóbb lett a sárgalépa. Az végtelenül nagy boldogság, csak ugyanakkor az Brüsszelben az agrár igazgatóságot, amelyik még valamennyire védte a termelőket, szakmai értelemben képes volt a döntéseket befolyásolni, hogy egyensúlyban tartani, a szakmai döntésekre koncentrálni tudott, ezt most éppen most verik szét, most már ilyen klímavédelmi és környezetvédelmi igazgatóságokká degradálják. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az elkövetkező időszakban átgondolatlanul, megfelelő hatástanulmányok nélkül kezdik átalakítani az Európai Unióban az agrár élelmiszer termelést. Ez azt vonja maga után, hogy a műtrágyák egy részét kivonják. Rendben van. De ezt nem lesz lehet. Helyette. Egyik pillanatról a másikra nem lehet, mert ez egy óriási hozamcsökkenést okoz. Addig, amíg nincsenek új fajták, addig, amíg a precíziós gazdálkodásra úgy nem tudunk átállni, hogy minden ember meg tudja venni az eszközöket. Szépen haladunk, tehát már körülbelül a termőföldünk egyharmadán alkalmazzuk. Na de amikor az összes korlátozás bejön egyik pillanatra a másikra, mondjuk egyik évről a másikra, akkor ez egy nagyon durva hozamcsökkenést okoz. Most újítottuk fel a baromfi ketreceinket, most azt mondják, hogy tessék visszamenni a mélyalomra, mert az az állatok számára nem kellemes. Az uniós előírásoknak megfelelően nagyon sok milliárd euróból lett az Európai Unió összes tagállamában felújítva. Hát ez nem egy következetes, nem egy átgondolt és szakmailag megfontolt döntés sorozat. Ezért mondjuk mi azt, hogy a mezőgazdasági termelés, az élelmiszer alapanyag termelés, nemzeti hatáskörbe kell vonni. Az nem divat hullám. Sajnos a nemzeti hatáskörben is folyamatosan kapjuk itthon a durva támadásokat. És pontosan azoktól, akik, hát elnézést kérek, de elmélyült szakmai ismeretekkel nem rendelkeznek, hogy nekünk mit kell csinálni. Nem kell a gazdától félteni a földet, az erdésztő pedig az erdőt. Apropó, most éppen az erdőnél is kitalálták, hogy örök erdő legyen, az erdőnek nem lehet haszonvétele. Hát ki lesz az az őrült, aki erdőt telepít azért, hogy nem vághat ki fát? Hát könnyedben. Először is azt ritkítani kell, azt karban kell tartani. Van erdő művelés. Az erdőnek kell legyen haszonvétele, de az erdő lényeges, az erdész többet telepít, mint amennyit letermel. Na de hát építkezünk, a bútoraink és minden más, az nagyrészt fából készült és fából készül. Most ugye óriási probléma volt, ha az építőanyagok ára megemelkedett, a faanyag ára megemelkedett, és ugye mindjárt ordított mindenki. Holott miért is? Részben azért, mert bejelentették, hogy hát kérem szépen, örök erdő, nem lesz fa kitermelés. Nem lehet haszonvétel nélkül erdőt művelni. Értem. Mi történik tulajdonképpen
a New Generation-nel, lesznek-e erdőmérnökeink, lesznek-e új agronómusok, akik nem csak bekiabálnak, mint a focipályára, hogy szemüveget a bírónak, vagy nem tud focizni valaki, hanem akinek ez a szakmája, és megtanulja. Hisz már a múltkor említettem, ha elindulunk Bécs felé, és megállunk egy-egy faluba, akkor a faluba nem Rolls-Royce-ok állnak, hanem egy traktor, Isten ne adj, van egy disznóhízlalda is, egy tehenészet, tehát ott divat maradt földművesnek, parasztnak maradni. Nálunk, hogyha elmegyek a fővárostól 100 kilométerre, akkor már szép pázsitot látok, talán egy kis kutyacsaholást, de már nem hallok libagágogást, nem érzem már a disznóknak a szagát. Szóval, mintha a város csak úgy családi házba elköltözött volna, miből élnek meg az emberek? Vagy lemennek a közértbe, és az előre pucolt krumplit megveszik, ahelyett, hogy a földből húznák ki? Azt gondolom, hogy egyes divatáramlatoknak előbb-utóbb vége lesz. Azt gondolom, hogy az emberek nem csak a normális gondolkodáshoz, hanem a normális gondolkodás alapján a normális élethez is visszatérnek. Igyekszünk abban segíteni, hogy a fiatal gazda nemzedék, gazda generáció felnőjön, átvegye az irányítást, és a rendelkezésre álló 5 millió hektár szántóföld, mint nemzeti erőforrás, az folyamatosan megfelelő módon legyen hasznosítva, és minél nagyobb értéket tudjunk előállítani. Hozzáteszem, hogy egészséges körülmények között ehhez megvan a tudás, technológia. Éppen az asztronautákat fogadtam valamelyik este, és arról tárgyaltunk, hogy a űrből kapott információk hogyan tudják segíteni a Kárpát-medencében a gazdembereket, mert ugye most már minden GPS irányítás alatt zajlik. Tehát óriási tudás kell ahhoz, hogy környezetvédő módon gazdálkodjunk, egészséges élelmiszert állítsunk elé. Most már haladva a falu felé. Igen, most ez egy divat hullám, de már látszanak a fiatalok, már azért megjelennek a traktorok. Az más kérdés, hogy a falvakban egyre inkább elkezdtek parkosítani, és zavarta az embereket az, hogy állatot tart a szomszéd, és hogy borzasztó. Mert hogy ettől falu a falu, nem? Hogy több? Ettől falu a falu. Igen, ettől generációk folytatják őseiket, van, és lehet látni, van. Megint a bécsi példa, tehát az oszták példa, hogy 10 generáció óta minden generáció mit tett még hozzá, nálunk meg eltűnik. Tudja, 2012-ben óriási vita zajlott arról, hogy miért nem lehet állatot tartani a falvakban. Körülbelül ebbe az irányba akartam beszélgetést elvinni. Nagyon gyors leszek. 12-ben volt egy olyan jelenség, most is van, de akkor felerősödött, hogy a városból a falvakba kitelepülő emberek, ugye a város beadott egy házgyári lakást, a faluba nagyon szép portát vett érte, de ott már zavarta, hogy a szomszéd sertést tart egyébként a kakas kukorékot. Nos, mi történik? Kérem szépen, 2012-ben már képviselő voltam, jeleztem, hogy van egy törvényjavaslat, mely szerint az önkormányzat nem hozhat olyan rendeletet, amely megtiltja az állattartást. Ez jó. Kérem szépen, ez 2008/46, tehát 2008-ban hozott 46-os törvénynek a 2012-ben történt módosítása, méghozzá 6-os paragrafus, a 6-os bekezdése legészül ki, amely szerint az önkormányzat nem tilthatja meg az állattartást. Tehát tiltás nem alkalmazhat, de a körülményeket természetesen, hogy környezetvédelmi, állategészségügyi, állathigiéniai szempontból, állatjóléti szempontból a tartási körülmények megfelelőek-e, ezt az illetékes hatóság határozza meg. Tehát nem lehet korlátlanul mindent, hanem adott körülmények között, de nem lehet megtiltani. Hát ezen óriási vita volt közöttünk is annak idején, de győzött a józanész. Én hiszem, hogy előbb-utóbb az emberek is úgy gondolják, hogy győz a józanész, szeretnének kenyeret sütni otthon, szeretnének állatot tartani, és szeretnének a gyerekeiknek egészséges,
csirkéből, egészségesen felnevelt, természetes tartásból származó csirkéből készíteni az ételeket. Mielőbb visszavárjuk, hogy erről még hosszasan tudjunk beszélni. Kedves nézőim, az elmúlt bő negyed órában Jakab István, a Magyar Parlament alelnöke, a MAGOSZ elnöke volt vendégünk, és most következik Pirinyó Késéssel a híradó. Az én zsidó szemüvegemen keresztül egy általam vélt objektív híradó, fogadják szeretettel. Ha valakinek építő, hangsúlyozom, építő jellegű véleménye van rajta, küldje el nekünk, ragadjon egy tasztatúrát, e-mailt, telefont, csak könyörgöm, nem éjfél után, mert én is szeretnék aludni. A híradó után jövünk, visszatartsanak velünk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.